egyaránt hiba mindenkinek hinni, és senkinek sem. Seneca. Sziasztok, Mikóczi Ferenc vagyok, és újra itt vagyunk csütörtök, egy gyors villámtanítással készülök, és hova kapcsolódik az elhangzott idézet? Hát persze a mai tanításomhoz, amit Steve Covey egyik könyvéből, a bizalom sebességéből hoztam nektek. A címszót azt adtam, hogy a bizalom skálája. Ismét egy gyors, rövid történettel szeretném szemlélni, hogy jobban átmenjen az információ, hogy mire is gondolok. Képzeld el magad egy idegen környezetbe, ahova elvitt az egyik ismerősöd, barátod, barátnőd. És nem ismersz ott senkit. Rengeteg az idegen. Akkor visszakövethető ez a kis dombocska, amit én ide hoztam ma nektek, hogy hol is helyezkedsz el, mennyire vagy nyitott azzal a másik emberrel szemben, mennyire gyorsan épül fel közöttetek a bizalom. Volt olyan, akivel nagyon gyorsan egy húron tudtál pendülni, és voltak olyanok is, akivel nem találtad meg első körben a közös nevezőt. De mivel a másik szemét nem tudod vizsgálni, így érdemes saját magaddal kezdened. Most rak sorrendbe, hogy te hová tartozol. Kezdjük a domb bal szélén. Van olyan emberek csoportja, akik bizalmatlanok, gyanakvóak másokkal szemben. Ezt a kezdeti stádiumot ide raktam a bal szélére. Mire is gondolok itt, ebben az esetben? Főleg azért, hogy nehezen nyitsz másik felé. Szükséged van különböző információkra, adatokra, hogy elkezdj azzal a másik emberrel minőségi szinten kommunikálni. Ez a része a bizalmatlanság, gyanakvás. Kicsit tartózkodó vagy. A másik szeglet, mikor óriási bizalmat szavazol a másik személynek, itt ebben az idegen környezetben, először láttad őt, és már bratizol, már barátkozol, már ölelkezel, és úgy érzed, mintha 100 éve pajtások lennétek. Ez van azon a szegleten, amikor a jobb felén vagy a domnak a túlzott hiszékenység, vagy a vak bizalom. Nem is tudod, ki az az illető. Azt se tudod, hogy ki fája, mi bújja, mi csodája. Biztosan már felismerted magad, hogy hol helyezkedsz el. Ha e két területben nem tudtad beazonosítani magad, akkor a nagyon jó mezőbe vagy, én azt mondanám az okos, bizalmi körbe. De még mielőtt belépnénk ebbe a mesdjébe, elmondanám, hogy mivel jár a bal széle. A bizalmatlan ember rengeteg esetben saját magába se bízik. Kicsit bizonytalan. Nem tudja, mi az a mérce, ahol be lehet még vállalni, vagy ahol már nem. Ezért inkább tartózkodó, picit kimért. Ez nagyon fontos felismerne, de akár egy üzleti kapcsolatnál, vagy valamilyen ügyfélhez, ha mész, és szeretnél vele üzletet kötni. A másik szegmens, a jobb széle, pedig az, amikor nagyon gyorsan nyitsz. Nagyon gyorsan bizalmat szavazol. De lehet, hogy a másik személynek egy picit sok vagy. És az üzlet nem lesz eredményes. Én azt tanácsolom, hogy nézd végig az életed során, mi az, amit megtapasztaltál sejtszinten a saját bőrödön. Mik azok a tapasztalataid, melyik praktikák, melyik módszerek jöttek be a kommunikációban? Hogyan tudtál nagyon gyorsan bizalmat szavazni? Azért fontos, mert én úgy mondanám, és itt van a kulcsfontosságú rész, a középső részen van maga a realita. A reális valóság. Az én
szubjektív és objektív világ találkozása valahol itt kapcsolódik. Mert az, amit belül érzel, megtapasztalsz, azt látod és kapod a külső forrásból is. Az a középső rész az okos bizalmi szint, mikor jó az ítélő képességet. Rengeteg tapasztalaton végigmentél, tudod, mi a kevés, mi a sok, és mi a kettőnek a metszete. Ezt a részt nagyon kevesen tudják zsigerből működtetni. Vagy később utólag eszmélnek rá, vagy már a vonat elment, és nem jön vissza. De ne csüggedj el. Csinálj egy önvizsgálatot, egy önkontrollt, most pozícionáld be magad, hol helyezkedsz el. Azt tanácsolom, azt javaslom, ne légy túl bizalmatlan se, túl gyanakvó se, de viszont ne adj senkinek túl vakon bizalmat, és ne légy annyira hiszéken naív, mert ebben az esetben is, és ebben az esetben is megóvod saját kis belső világodat a csalódástól. A középső részben maga a realita fog folyamatosan visszaköszönni, és ez fog téged úton tartani a minőségi kapcsolatok építésében. Itt fontos, hogy légy őszinte, legyen meg a kellő önbizalmad, higgy magadban annyira, hogy amit mondasz, amit gondolsz, az arányban van azzal, amit cselekszel és amit teszel. Ez a kettő zsigerből működjön nálad. Itt az okos bizalom mezőbe még egy fontos gondolat, hogy az ítélő képességed, a lényeglátásod egyre kifinomultabbá fog téged ezen tovább gördíteni, mégpedig azért, hogy abba a szent pillanatba fogod tudni, hogy az adott ügyféllel, vagy újonnan szerzett ismerettséggel milyen húron tudtok együtt pendülni. Milyen gyorsan tudod megtalálni a közös nevezőt, akár a kommunikációban, akár az üzletelésben. Legyen benned egy égő vágy, hogy folyamatosan fejleszd magad, folyamatosan azt a belső kis gyémántodat csiszold. Én azt mondanám, hogy mindenki valahol kezdi, hozunk otthonról különböző szülői mintákat, akár a dombnak a bal oldalán, akár a dombnak a jobb oldalán. Ez a puszta felismerés, hogy beazonosítom magam, hogy momentális helyzetben hol helyezkedek el, ez ad egy megnyugvást, hogy rendben, most már tudom, hogy milyen évet kell tennem annak érdekében, hogy ebbe a jó mezőbe tudjak én is bekerülni. Hogy mindaz, amit én látok, gondolok és érzékelek tapasztalat, az mennyire reveláns a külső, reális valósággal. Már ennyit szerettem volna nektek, bízom benne, hogy ismét ezzel a gyors villámtanítással hozzá tudtam neked adni a saját személyes fejlődésedhez. Hogyha tetszett a videó, akkor megkérlek, hogy küld tovább, neked csak egy kattintás, barátodnak, ismerősednek lehet ez a bizalmi skála előbbre viheti a kapcsolatépítést. Namaste.